Jó napot kívánok, üdvözlöm nézőinket! A hazai középiskolai oktatás jelenlegi helyzetéről, a világjárvány okozta kijárási tilalom idején gyűjtött tapasztalatokról, a tanév várható alakulásáról és annak következményeiről kérdezem a továbbiakban Burus Siklódi Botondot, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökét, akit Skype-on köszöntök. Jó napot kívánok! Kezét csókolom, én is köszöntöm a nézőket! Hogyan jellemezni, milyen helyzetben van most a romániai tanügy? Hát engedelmével egy picit távolabbról kezdeném, hisz ugye most egy nagyon speciális helyzetben vagyunk, leledzünk, aminek nyilván, hogy megvannak a maga előzményei, de ezek nincsenek olyan szoros kapcsolatban, mint amennyire ezt elvárhatnánk bizonyos tekintetben. Hát ugye hosszú idő óta beszélünk arról, hogy az oktatásban egy olyan jó pár éve, akár 10 évre visszamenőleg is, vagy még akár többre is, egy válságról beszélünk az oktatásban érintettek, az oktatási szakértők, és ennek a válság helyzetnek a eredményei ugye tükröződnek a nemrég nyilvánosságra került például PISA felmérések eredményeiben is. Keresve a megoldásokat, nagyon sokan abban látják, hogy a diagnózist, ami alapján a megoldást megkaphatnánk, hogy bizonyos mértékig tovább növekszik az a szakadék, amely a technológiai fejlődés, a technikai civilizáció gyors fejlődése és a szellemi potenciál a Föld népességének, így a mi közvetlen környezetünknek is a potenciája között tartunk, és ezt valahogy át kellene hídalni. És hogyha ebben az IKT-t látjuk, mint megoldást, az információs kommunikációs technológiák, technikákat, akkor bizony tenni kellene valamit. És akkor itt vagyunk most itt ebbe a helyzetbe, amely teljesen váratlanul érkezett ide, és nem csak a romániai oktatási rendszerbe, hanem egész környezetünkbe, és sokszor tanástalanul állunk itt ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Tehát, hogy halmozódtak a problémák, ezt értem ebből, de mégis az elmúlt hetek tapasztalatai mit mutatnak? Hogyan működik ez az online oktatás, amelyet úgy mindenki próbál segíteni, de nem biztos, hogy minden hiányosság pótolható? Igen, hát alaphelyzet, hogy egy rettentesen centralizált oktatási rendszerben működnek az iskoláink, és ebben a váratlan helyzetben viszont ez az úgynevezett kézi irányítás megszűnni látszott. Teljesen tanástalanná váltak az iskoláink, az iskolák vezetősége, tanáraink, és bizony el kellett telnie egy bizonyos felzárkózási időnek, amely következtében aztán fokozatosan kialakultak a megoldást körvonalazó helyzetek. Nagyon hiányoltuk az Oktatási Minisztérium részéről azt az ajánlás vagy ajánlatcsomagot, vagy eljárás rendet, amellyel egy ilyen helyzetben megoldhatóvá válhattak volna a válsághelyzet, ami itt most kialakult, de az is érthető, hogy ez a váratlan szituáció eredményezte ezt, és itt körvonalazódik, hangsúlyozódik ki még inkább azoknak a hatékonyan működő háttérintézményeknek a hiánya, amely jellemző a román oktatási rendszerre. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenkinek egyénileg kellett megküzdenie ezekkel az új kihívásokkal? Tanároknak átállni az online oktatásra, ami azt jelenti, hogy át kellett írni a tantervet is, tehát, hogy sokkal többet kellett rádolgozni. Diákoknak meg ugyanúgy megtanulni ezt a rendszert, bekapcsolódni és követni a lehetőség szerint a tanórákat. Teljes mértékben így van. Ez a váratlanul jött helyzet teljesen új helyzetbe hozta a pedagógusokat, diákokat, és ugye nagyon sokszor elhangzik az a kérdés, hogy ez számokban mit jelent, mennyire érinti a pedagógusokat, a diákokat.
Én azt hiszem, hogy nem csak itt Romániában, hanem az egész környezet közvetlen vagy távolabbi környezetünkben sem tudnánk itt nagyon konkrét számokat felmutatni, hanem inkább százalékokat említenek a szakértők is, hisz nem nagyon rendelkeztünk, vagy egyáltalán nem rendelkeztünk ilyen adatokkal, mint például a modern technológiai eszközökkel való ellátottsága az iskoláinknak, amelyről tudjuk nagyon jól, hogy milyen állapotban vannak, hisz nagyon-nagyon régóta nem volt országos szintre kiterjesztett fejlesztés ezen a téren. Nem beszélünk a human erőforrás fejlesztésről, amely ugyancsak helyi szintű megoldásokra korlátozódott. Nem volt egy átfogó olyan fejlesztési program, amellyel a pedagógusok felkészülhettek volna erre, és ebből adódóan bizony sok olyan helyzettel álltak szembe a kollégák, amelyeket nehéz volt megoldani. De hál' Istennek legtöbb esetben sikerült a felzárkózás, bizonyos idő eltelte után nagyon szépen igyekeztek a kapcsolatot fenntartani, kialakítani, ahol még nem létezett, de ahol már korábbi időkből is léteztek kapcsolatok, azokat fejleszteni, tovább vinni, és a megfelelő platformokat használni. De bizonyára van... Elnézést, bizonyára most is vannak olyan diákok, sőt gondolom, hogy pedagógusok is, akik egyszerűen nem tudnak, nincs lehetőségük, hogy bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe, mert most ugye a saját lehetőségeik, otthoni körülményeiknek megfelelően tudnak vagy sem részt venni az online oktatásban. Ez teszi teljes mértékben diszkriminatívvá ezt a helyzetet is, vagy illetve súlyosbítja a helyzetet, ez a megkülönböztetés, hisz úgy, ahogy említi, sajnos kb. 30-40% a diákjainknak nem jut otthoni környezetben olyan eszközökhöz, vagy technikai megoldásokat nem tud maga körül kialakítani, amellyel ezt az előbb említett kapcsolatot fenntarthatná, vagy működtethetné. És vajon, hogy lesz-e alkalom arra, hogy ezt valahogy hogy felzárkozzanak, vagy hogy bepotoljuk ezt a hiányt, mert ugye mindenki megörült annak, hogy a minisztérium úgy döntött, hogy mégiscsak lezárja az idei tanévet, még akkor is, hogyha lemond a második fél év tananyagáról, de szeretné folytatni és lezárni, ez a jó hír, viszont csak lesznek hiányosságok, tehát hogy lehet így tovább lépni? Igen, ezek örvendetes hírek, hogy a tanévet le tudjuk vélhetően normálisabb körülmények között zárni, mint ahogy az előbb a korábbiakban kinézett. Természetesen fejlesztéssel lehetne itt az előrelépést megoldani, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy mint ahogy azt mondani szokták, a háborúhoz pénz kell, itt az oktatáshoz is nagy-nagy mulasztásokat kellene pótolnia, és ehhez politikai akarat is szükséges. Mióta beszélünk arról, hogy az oktatásra szánt 6%-nak felét sem tudják évről évre fordítani a legkülönfélébb politikai színezetű kormányzatok, és ennek a hiányosságát érezzük a mai napig. Tehát nagy befektetésekre van szükség, nem csak eszközjellegű befektetésre, hanem human erőforrás fejlesztési befektetésekre is, amelyek elsősorban a pedagógus kollégákat érinteni. És akkor lát arra a lehetőséget, hogy tovább lehessen úgy menni, hogy valamelyest pótolni is az eddigi kiesést? Mindenképpen van rá esély, hogyha legkésőbb június 1-i határidővel újraindulhat az oktatás, nem csak online környezetben, akkor még normálisabb körülmények között befejezhető ez a tanév. Megtarthatók azok a cikluszáró kimeneti vizsgák, amelyek a 8-osokat, 12-eseket érintik, és tovább léphetünk ebből a helyzetből. Burus Siklódi Botond, köszönöm szépen, hogy bekapcsolódott a műsorunkba. További jó munkát kívánok Önöknek. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, itt ér véget mai adásunk. Én köszönöm figyelmüket, maradjanak otthon, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!